Hello, hello! Le fogom venni a láncot, mert van benne 1800 km, és ideje lesz kimosni. És megmutatom, hogy van fent. Ha itt fönt nézem, így van fent. Nem jelent semmit, mert a túloldal a láncnak pont ugyanígy néz ki, mint ez. Szóval nem vagyok előrébb, szerintem nem forgás iránylánc. Én azért valamivel össze fogom jelölni, hogy hogy volt fent. Na de hogy kell levenni a láncot? Először is itt elő vissza kell váltani. Utána le kell piszkálni a láncot. Valamivel. Ide mellé, hogy ne feszüljön. Csak össze kell nyomni. Nem a patent szemet, hanem ezt a két szemet. Nem tudom, hogy bent van-e a képben. Most pont nem vette fel a kamera, hogy simán a végén kézzel összenyomtam, csak meg kellett egy nagyon picit beszengetni. Így. És azt ígértem, hogy úgy fogom megjelölni, mivel ez a húzó szem, én ebbe fogok kötni, ez volt kívül egyébként. Ebbe, ami húz, ebbe fogok kötni egy vezetéket ide. És az se akárhogyan, innét egy csomót belőle, és két csomót kívülre. Egyet belőle, és két csomót kívülre. És azt is fogom tudni, hogy melyik a külső oldala. Most ez nem számít, ez csak pepecselés, mert én ilyen vagyok, hogy ugyanúgy akarom felrakni a láncot, ahogy volt. Szóval, ha ez a nem is kettő, hanem három csomónak sikerül, mert megcsúszott a kezem. Szóval, ahol három csomó van, az van kívül, az egy csomós belül, és ez a húzó oldal. Úgyhogy most mehet ki a kis KMC X9-es. A potenciálunk. Ennek, hogy ez volt a külső fele. Külső fele. És a belső fele. Ezt is kihúzzuk. És a láncot meg ott kellett átfűzni. Láttátok? Mert én már nem. Azaz a külső oldalba kötök egy vezetéket. Nézzünk. Amire kíváncsi voltam, ugye van egy láncnyúlás mérő csodánk. Most itt van ez az 1700 km futott lánc, és látszik, hogy se ide nem megy bele. Most melyik volt? 0,75-ös, az 1-es, az természetesen akkor nem megy bele. Se ide. De elméletileg ez a lánc nem kopott. De most arra vagyok kíváncsi, hogy egy új láncba is beleteszem, ez az se kopott. És utána egymás mellé akarom tenni a két láncot, hogy esetleg mekkora különbség van, amit nem tudok mérni ezzel a 0,75-ös nyúlás mérővel. Úgyhogy miután itt lepucoláltunk ezt a tamaszt, mert ha már le van szedve a lánc, akkor most jól le lehet pucolni őt is fogkefével, és a hátulját is. De az is lehet, hogy a hátulját is kicserélem, és most fölmegy mondjuk egy a HG93-as lánc egy új sorral, és most 4000 km-t hajtok, és utána visszakerül ez a lánc, meg ez a sor. Értitek? És akkor ebbe is 4000 lesz, meg abba is, viszont őben már 8000 lesz, úgy, hogy két lánccal, két sorral használtam, mert hát ugye a hajtóműnek a zára az igen magas. Úgy találjuk meg ezt. Fogaknak fogkefe. Azért is nevezik fogkefének, mert fogat lehet vele pucolni. Hát ezek a fogak itt jó koszosak.
ez jött innét le. Ennek semmi hangja nincs is. Nem is horog. Nem is lóg. Került az első hajtást kicsit lepucolni. Csak most jöhet ki a kerék. Ami ugye átütőtengelyes, és akkor jobban le lehet pucolni meg a vázat. Ugye majd viszont a nyomáshoz kell egy nyomatékkult is. Érdekes, hogy van az olajos szennyeződés, amit a fétisztító visznek, és van a takony sár üdítő szar alapú, amit meg a törlőkendő. És ha nézzük, amire kíváncsi voltam, hogy a lánc, amit a láncnyúlás mérővel jónak mérek, egy új lánchoz képest mennyit nyúlott. Vagy kés, vagy valami. Mert ő egy tök új lánc. Nézzük csak. Egy tök új lánc. És a használt lánc. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat, tizenhét, tizennyolc, húsz, huszonegy, huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy, huszonöt, itt van azért látható. Na akkor szabjuk be ezt az új láncot, ugye megszámoltuk, ő 108, ő meg ugye dobozon is rajta van 114. Szóval olyan 6 szemet le kell belőle szabni, de azért leszámolom a 108-at, és ha 6 marad, akkor senki nem hazudik, és ott vágunk. 106, 107, 108, ugye ez a külső szem a 108-adik, úgyhogy ezek itt, amik lógnak, nem kellenek, szóval ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, kijött a matek, úgyhogy itt szétvágjuk a láncbontó. Na még egyszer, most még könnyű, 1, 2, 3, 4, 5 és 6 esik ki. Megtudjuk valami a közepét, és ki kell préselni, így valahogy. Elméletileg szétesik, aha, kiesett a összekötő stift, és most szétszedtük ott. Maradt nekünk 6 szemünk, és most mind a két lánc 108 szemes, az új is, csak összetekeredett, meg a használt is. És ha most egymás mellé lógatom, akkor látszik a láncnyúlás különbség, ez az oldala használt, ami ment 2000-et, na jó, 1780-at. Most úgy kéne, hogy a ruhákat ne kenjen össze nagyon, de már összetekeredett. Tökülön megmutatni, hogy mennyivel hosszabb. Mennyivel. Valahol föl kéne lógatni. Szóval, innét van a használt KMC, innét az új. És ha végig megyünk, ugyanannyi szem van, mert le van szabva. Talán nem esik a nyakamba. Akkor ugye látszik, ezzel rajt van a plusz egy szem, ehhez már nem kell patent szem, a KMC-hez meg itt jönne egy patent szem, szóval idáig nézzétek,
Ez az a szem, ami ez. Szóval egy olyan egyharmad szemnyit nyúlott el 1700 kilométeren, ami még jó. Ugye ennek a láncnak nincs külső-belső oldala, mind a két oldala ugyanolyan. Hogy a külső húzza a belsőt. Hát HG54-esből kiindulva ott mutatja is a Shimano, hogy a külső húzza a belsőt, mert ugye ez húz, akkor ez így záródik össze és szorít. Viszont hogyha ez húzna, akkor ki tudna belőle ugrani. Úgyhogy ez a húzó szem. Na akkor rakjuk fel ezt a Franco láncot. Erre felé tekerjük a kerékpárt, így húzunk. Azaz, így legyen fönt, ez húzza, ez a külső, a belső. Átfűzzük először is a váltón, mert ha kihagyjuk, akkor később nagyon nehéz lesz kijavítani a gondot ezeknél a szegecselt váltóknál. Jaj, most pont mellé fűztem. Na erről beszélek, hogy fűzzük át a váltón, de közben nem fűzem át a váltón. Jó nézni is, hogy mit csinálok. Átfűztem, öltesszük ide. És így jövünk hátra. Jaj. Így. És befűzzük a váltóba. A gravitáció ellen dolgozunk fején állva, és egy kicsit nehezebb. De az is sikerült. És itt is vagyunk, hogy össze tud akasztani az előző két szemnél. Amíg összepréseled. Szóval így mi. Most úgy tűnik, jól raktam föl, erre fog menni. Ugye? Ez van itt fölül. Erre felé forog a dolog. Na mi húz mit? Ugye? A nagy, vagyis hát a külső húzza a belsőt. Úgyhogy jól van. Mehet innét arra át rajta a stift, és kész is vagyunk, felraktuk a láncot. Csak azt nézzük meg, hogy belefűztük az első váltóba, már az első átdobóba. Itt rendesen fönt van-e, átfűztük-e a vázom, és hát a hátsó váltó normálisan fűztük-e át, azaz így, mert ugye ide jön majd a kerék. És akkor térdre és imára, és nyomjuk bele azt a kis stiftet, amit írtó könnyű eltörni. És ha nagy nehezen sikerült átnyomni a stiftet, akkor úgy néz ki, hogy amonét benyomtuk, onnét simának kell lennie, és könnyen kell forogni, nem szorulhat az a szem. Innét egy kicsit kiáll, ahol letöröd, de ugye azt nem mutattam, hogy a végén az ugye szerencsés esetben így átjön, és akkor egy fogóval letöröd. Hát nekem már közben letördel, de sikerült belenyomni. Cseréljük le a keréken a hajtást. Ugye őt kell leszedni, speckó célszerszámmal. HG400-as Kazetta Unboxing. Hú, de princsó. Azt a de gyári. Az anyját neki. Fincsin néz ki. Majd mindjárt kicsit letörögetem, azt összehasonlítjuk a kettőt, csak igyekszem leszedni, mielőtt besötétedik. A D-láncos kulcsom. Nehéz szülés volt, de ha ő kint van,
Hopp, hopp, hopp. Hullik is szét. Szóval ő lejön. Lehet majd pucolálni. Ő meg rámegy. De a helyét megtisztítom. És hátét. Egyféleképp megy csak rá. Ötletes a Shimano. Szóval egyféleképp megy le az alátét. És jöhet rá ő. Csak egyet le kéne bontani a tetejéről. Hogy hogy néz ki az, amelyik ment, meg az új. Ugye 1700 km, 0 km, de én azt nagyon úgy nézem, hogy még tökéletes. Már ugye innét van a terhelés, nem néz ki rosszul. Azért látszik egy nagyon picike, mivel mutassam, ami elég pici. Ahol itt terheli, itt, meg itt. Itt ezek fogak szépek, ezen a két fogon látok olyat. Na, nézzünk egy másikat. Egy következőt. A 12 fogút. Az új. És a használt. Itt is egy nagyon picit már látszik, hogy itt, itt megkínálta. De azért még nem halálra kopott. Na, ez az 1700 kilométeres sor. Itt van egy picike kis sorja. De azért új lánc, új sor, ez a biztos. Hasonlítjuk össze a HG400-as és a HG50-es sort, már úgy tömegileg. Ez egy HG50. 354 gram. A HG400-as meg 318. Hoppá! Hoppá! HG50, HG400. Nem tudom, mennyire látszik. És ezek nélkül 305. Lényegtelen, mert azzal együtt kell használni. Hát van különbség súlyban, és itt a különbség oka. Van egy kis könnyítés, itt meg nincs. Végre eljutottam odáig, hogy föl tudom rakni a sort. Ez csak egyféleképp megy föl. Így. És utána a 12-es, ugye külön cserélhető lenne, de lényegtelen. Itt a pici. Pedig itt a pici. Így. És az áruanya. Oké, és 40 newton, ez az. Oh.
40. És mehet vissza a felé. Ami pedig 10-16 newton. És 16 helyett a kózik meg 14-jel. És jó kis vagyunk. Ha jó a lánc hossza, akkor ő, ez a kettő, ez függőlegesen áll. Ahogy a talajhoz képest, ha megfordítjuk a brázli. Fergeteges ez a Shimano zsír, ami a láncon gyárilag van. Le se jön a képről, még ultradermel sem. A lánc nullás mérő, ez a lánc, ez vadi jó, ilyen most tettem föl, 0 kilométeres. És nézzük, hogy a 0.75-ös eddig megy bele. Igazából még síkig se jön ki. Az 1-es pedig még addig se, szóval itt még át se néz. Meg akarom mutatni, hogy az új láncot mennyire tudom itt megmozdítani. Hát sem ennyire. Illetve egy nagyon picit. Nem tudom, látszik-e, hogy... Nem tudom lehúzni róla. Épp hogy egy picit lehet meghúzni. Ennyire. Na, sikerült most így hátulról. Épp hogy... Szóval az új lánc, az ráfekszik az első kerékre, és a láncnyúlás mérő helyett ez is megteszi, hogy ezt itt meghúzod. Az egyesre még ide se tudom rányomni. A 0.75-öst most ide rá tudom, de oda azért már nem. Ez itt épp átnéz egy picit. Ez egy új lánc. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről.